A zivatar egy csepp vízben. Azt mondtuk, hogy ha Dávid akkor, midőn a Hermione hercegnő palotája kapuján becsengetett, és azt kérdezte, nem tudhatné valami hírt Rosaliról, ahelyett, hogy egy rövid nem válaszsal elutasították, megkapta volna mindazt, amit tudni akart, hát akkor nem ment volna át Amerikába, itthon maradt volna legalább egy hétig, visszament volna a Székelyföldre, ott időzött volna ki tudja hány héten át. Aztán pedig hiába ment volna Amerikába, mert el lett volna szalasztva a legkedvezőbb alkalom, amit most üstökön ragadhatott. Észak-Amerikába megérkeztekor éppen olyan üzletpangás volt a pénzpiacon, hogy Mr. Severusnak a legtöbb tőkéje hevert. Három héttel később pedig egy szédületes nagyságú vállalat terve hozta egyszerre mozgásba New York tőkepénzeseit, melynek alapja az volt, hogy az egész Niagara roham a vízesésen felül egy óriási hajtógép mozd erejéül használtassék fel, mely hajtógép aztán közlekedő szíjak által 100 meg 100 gyárnak osztaná szét erejét, ami 2 millió lóerőre volt kiszámítva, és akként egy lóerejű gép naponkénti fűtését 50 centnek véve a megtakarított fűtőszerben naponként 1 millió dollárt jövedelmezne, vagy pedig ugyanannyival tenné olcsóbbá a gyáriparcikkek előállítását Amerikában, mint Európában, és ezt az óvilág már csak ugyan nem csinálhatná utána, mert hiányzik hozzá a Niagara zuhatag. A terv lázas rohammal ragadta meg a tőkepénzeseket, kik beleöltek 1 milliárdot. Bizonyosan Mr. Severusnak a tőké is oda sodortattak volna, a fekete Rothschild mohón kapott minden vállalaton, amiről azt mondták neki, hogy ezzel az európaiaknak torkukra lehet tenni a kést. Hanem mire a Niagara Mobile vállalat megszületett, már akkor ő a gyilkos dágványa közepet ásatta a fundamentumot az óriási ihordgyár számára, és Dávidnak is más dolga volt, mint Rosalie után járni, és a sóhajtott önkéntelen, ha fájt a szíve szakadatlanul, mit tudott arról az A16. Hatványon minusz B nagy C egyenlő X. Őt fogva tartá a szellem, kit fölidézett a földből, hogy fölmenjen rajta az égbe. Rosalival pedig ez történt az alatt. Mazrur nem hagyta abba a dolgot. Ő maga bosszúálló jellem volt. Nem bírta elfeledni a rajta elkövetett meggyaláztatást, legkevésbé azt, hogy őt, a sámsoni erejű embert egy suhanc testi ügyességgel úgy csúfátette, levágta, megrugdalta, félholtan hagyta a földön. Brutális emberek, akik testi erejükre büszkék, az ilyen meggyalázást nem feledik könnyen. Másfelől részvényesei előtt is helyre kellett állítani a elvesztett presztízsét, nem volt szabad annak a hírnek lábra kapni, hogy a Sabinával lehetett egyszer valakinek packázni. És méghozzá büntetlenül. A katonai hatóság eljárása Dávid irányában csak növelte a sérelem nagyságát. Hogy a király Dávidot oly minden apropó nélkül kinevezte alhadnaggyá, egy miniszteri ellenjegyzéssel ellátott blankettát használva fel valószínűleg, vagy tán utólagosan ellenjegyeztetve a kinevezést a miniszterrel, ezáltal a király is bele lett keverve a dologba, s midő Mazrur ezt nem hagyta abba, még bizonyos körökben népszerűségre is számíthatott. A királyt kompromitálni fene gyerekség, s legyen bár az tuniszi kalózvezér, vagy lenocínium gazda, ki a királlyal szembe mer állni, vannak, akik nagyot röhentenek rá, s azt mondják, táj, fene gyerek. No, talán éppen azt is akarta Mazrur, vagy talán még többet is akart. Az is valószínű, hogy Rosalival messzebb néző tervei voltak, egészen emberi indulatokra építve, és azokat keresztül akarta vinni, erről majd bizonyosak leszünk később. A fő indokot azonban legközelebb fel fogjuk deríteni, ami a Sabina igazgatóját arra indította, hogy pert kezdjen Hermione Pelea hercegasszony ellen. Micsoda alapom?
mint a Szabina statútumai értelmében lekötelezett Szent Ivánfai Rozálinak jogtalan visszatartóztatója ellen. Egy reggelem két úr szállt ki a Parabolána menhely főkapuja előtt, egyik egy alacsony, pökhendi uracs, párduc formán fölfelé fésült bajusszal, a másik egy vörös orrú, vöröskezű, vörösképű, görbeátú férfi kurta kabátban, melynek hosszabb zsebei voltak, mint szárnyai, és a legfelsőből kilátszott egy csomó írás. A kisebbik úr csengetett, és azt kérdezi a kapusnőtől, lehet-e a ház úrnőjével beszélni? Férfinak nem. Volt rá a válasz. De mi hivatalos küldetésben jövünk. Mi közöm hozzá? Ha nem lehet vele beszélni, akkor ön, mint hivatalos kapuőr, fogja átvenni ezen iratot, és kézbesíti azt úrnőjének a király nevében. Hát az ördögök nevében, kiállta az izmos hölgy, és becsapta az ablaktáblát, majd odaszorította az ifjú úr körmét, aki a táblát vissza akarta húzni, és aztán nem dugta ki a fejét többé. Akkor a fiatal úr, aki nem volt más, mint a Szabina első ügyvédje, inte a végrehajtó törvényszéki orgánumnak, hogy teljesítse kötelességét, mire az készen tartott ostya és pecsétnyomó segélyével mind a négy szegleténél fogva odapecsételi a nem kézbesíthetett iratot az Alhambra bejáratának aranyos rácsúzatára. Azzal tovább mentek szépen. A kapusnő, amikor látta, hogy eltávoztak, óvatosan kijött, és elszörnyedve látta a kapura pecsételt iratot. A világért hozzá nem mert volna nyúlni. Befuttatta a kislányt a palotába, hogy hívja elő a doktornőt. Az kijött. Meghallgatta, mi történt, megnézte, mi van a kapun, és azt felelé, hogy ő ehhez nem mer nyúlni, hanem hívassák a másik doktornőt, Doctris Juris, aki a hercegnő jogi tanácsadója, arra kell bízni a további teendőket. Az ügyvédnő, mintha csak ki lett volna csinálva, éppen jött. Hát ez mi? Kérdezi tőle a doktornő a kiterjesztett iratra mutatva. Az ügyvédnő finom arcélű ifjú hölgy volt, összefogott ajkakkal és erősen kidomborult homlokkal. Megrézte az iratot, és aztán leszakítá azt pecséteiről, azt mondva a kapusnőnek, ezt el kellett volna önnek fogadni. Tehát kinek szól ez? Szólt mérgében elvörösödve az orvosnő. A hercegnőnek. De ez ecím így szól, T.C. Sahari Hermione Pelleja kisasszonynak. Igenis. A Romanov családnak, mielőtt Oroszország trónjára jutott volna, ez volt a családi neve. Sahari. És miután trónját elvesztette, aki a tényről tudomást akar venni, tehető, hogy utódait ismét az eredeti családi nevén címezze. De is ez alávaló, gyalázatos pimasság, azt én sem tagadom. De hát mit tartalmaz e vakmerő irat? Ez bizony hivatalos idézés Sahari Hermione Pelleja kisasszonyhoz, mely által meghívatik a budapesti hármas számú első bírósághoz, bizonyos Szent Ivánfai Rozali kisasszonynak jogtalan itt tartása miatt. Mit? Rozalit akarják innen elvinni? Igen. Felperesek Mazrur és társai. Tudassuk ezt a hercegnővel? Ne addig, amíg én nem szerzek magamnak tudomást az ügy miben állásáról. Rögtön sietek a városba vissza, addig ne szóljon a hercegnőnek doktornő semmit. Siessen, doktornő! Már aztán pedig, ha az ember még olyan nagyon doktornő is, azért csak nő marad, és az még a 20. században is a lehetetlenségek közé fog tartozni, hogy egy ilyen forró titok keresztül ne égesse magát nála, és azt el ne mondja annak, akit érdekel az első két óra alatt. Mire a Doctris Juris Utriusque visszakerül,
Már akkor a hercegnő türelmetlenül siet eléje az Alberka csarnokban, és azzal a kérdéssel fogadja, nos, hogy áll Rozali ügye? A lehető legrosszabbul. Hogyan? Kérdi a hercegnő, felindultam. Úgyhogy a Szabinának jog szerint teljesen igaza van. Szent Ivánfai kisasszony még ma is hajadon. Mint hajadon, legközelebbi rokonai gyámsági hatalma alatt áll. Ezt törvény szerint csak a férj joga váltja fel. Vőlegények jogáról a törvény mit sem tud. Tatrangi úr a Szabina pénzbeli követelésének eleget tett ugyan, de nem a szerződés szerinti kötelességének. Menyasszonyát leányfővel elhagyta rögtön, s mint nem tagadható, a Parabolana azilumba hozta, ahol házasságok nem köttetnek. Most ezáltal a hajadon feletti gyámi joga rokonokra visszaesik, és azok szerződésüket a Szabinával fenntarták. A Szabina visszafizeti Tatrangi úrnak a letett összeget, és azzal Rozali kisasszony ismét az ő védencévé válik. Erre statútumai jogosítják. Isten és emberi jog ellen kiáltó statútumok. Az más kérdés, fő dolog az, hogy érvényben vannak. De ha a leány nem akar oda menni, rokonai kényszeríthetik gyámi hatalomnál fogva. De hisz ennek igen egyszerű ellenmérge van. Iratunk Tatrangi Dávidnak. Rozali tudja, hol lakik, jöjjön fel, esküdjék meg rögtön Rozalival, s akarja, vigye őt magával. Ha körülményei nem engedik, hagyja itt, míg elviheti, mint asszonyt, csak nem fogja a törvény Rozalit a Szabinának odaítélni. Igaz, hercegnő, ez egészen egyszerű dolog, így fogunk tenni. Én írni fogok Tatrangi Dávid úrnak, megírom neki a helyzetet, s felhívom, hogy rögtön siessen a fővárosba. A jogtudornő azután, hogy buzgalmát ezügyben tetleg is bebizonyítsa, rögtön írt levelet Tatrangi Dávidnak, azt a hercegnő maga is elolvasta és jónak találta. A jogtudornő ott előtte pecsételi le az iratot, ráírva a címzetet és azt a levelet a hercegnő saját cselédje által küldi el a postára. Csak azt az egy hibát követte el a jogtudornő az egészben, hogy a lakhelyet egyszerűen Szent Miklósnak írta, annál fogva az a levél legelőször is elment Sziget Szent Miklósra. Ott nem talált semmiféle Tatrangi Dávidot, onnan elment Rába Szent Miklósra, onnan Török Szent Miklósra, onnan Hegyköz Szent Miklósra, onnan Olá Szent Miklósra, onnan Rácz Nagy Szent Miklósra, onnan Tisza Szent Miklósra, onnan Német Nagy Szent Miklósra, onnan felkerült Somogy Szent Miklósra, megfordult Fehér Szent Miklóson, betekintett Fertő Szent Miklósra, és csak miután körülutazta Szent Miklós barátságából egész Magyarországot, akkor jutott valakinek eszébe a postán, hogy hát ha Gyergyó Szent Miklóssal lehetne szerencsét próbálni. Az volt Tatrangi utolsó postája. És a hercegnő hasztalan várta, hogy Dávid jönni fog Rozaliért, vagy legalábbis válaszol valamit, és az alatt a hercegnőt mindenféle peres támadásokkal bosszantották. Utoljára a hercegnő megharagudott, kiadta a kapusnőjének a rendeletet, hogy semmiféle férfival szóba ne álljon többé. Az el is kergette magát Dávidot, ki Rozali felől nagy későre magától tudakozódott. Dávid elutazott Amerikába, és elvégre a sokat utazott levél visszakerült küldőjéhez 13 postabélyeggel ellátva, s a hátára ráírva, hogy a címzett elutazott Amerikába. Eszerint Rozalit azon egyszerű módon, hogy vőlegényével összeeskessék, a Szabinától megmenteni nem lehetett. Egyéb törvényes ellenszerek pedig azon idő alatt már meglehetősen kivoltak merítve. És a jogtudornő nem tévedésből tette azt az elhibázott címzetet a levélre, hanem szándékos kiszámításból. Mazrúr csak eszköz volt mások kezében. Rozali nagybaja csak előkapott alkalom, hatalmasabb ellenségek avatkoztak itt be. És a cselszövény maga Hermoína Peleia személye ellen volt intézve.
s azon kívül egy nagy országos és világra szóló helyzet fordulatának titka rejlett mögötte. Egy napon azt mondta hercegnő jogtudornőjének, én ezt a leányt erőhatalommal sem engedem házamból kivetetni. Az én házam kapuja szent, az én házam zárda. Erre a jogtudornő azt felelte a hercegnőnek, csak ideiglenes fogadalmi menhely. Hogy zárdának elismertessék, fölszentelt fejedelemnővel kellene bírnia, és törvénycikkelybe iktatva lennie.